A Nyíregyházi Egyetem atlétikai csarnokában szerdán a labdái volt a főszerep kispályás futballcsapatok mérték összetudásukat. Az UNESCO 2015-ben szavazta meg, hogy szeptember 20-a az egyetemi sport nemzetközi napja legyen. A nap célja többek között az, hogy világszerte ráirányítsa a figyelmet a sport fontosságára a felsőoktatásban is. Nyíregyházán ezen a napon elindult egy sporthoz kapcsolódó őszi rendezvénysorozat is. Az egyetemi sport nemzetközi napja, illetve a Mozdulj Középiskolás a Nyíregyházi Egyetemmel, ez egy hagyományos és a megrendezett ilyen őszi időszakban megrendezett esemény, és most jelenleg 4 középiskolás és 2 egyetemi csapat vesz részt ezen. És ez egy programsorozat, amiben majd lesz kosárlabda, kézilabda, túrázás, úszás, amikről megfelelő módon informálva lesznek a érintettek. Mint a mestertanár elmondta, az egyetemi hallgatók között leginkább azok mozognak rendszeresen, akiknek képzése kapcsolódik a sporthoz, vagy pedig korábban általános vagy középiskolás korukban űztek valamilyen sportágat. Az egyetemi hallgatók részt vesznek akár ezeken a versenyeken is, illetve a számukra rendezett házi bajnokságokon, illetve például az SHS, sportszakos hallgatók sporttalálkozója. Tehát mondhatjuk azt, hogy igyekszünk a MEFS programjaiban aktívan részt venni. Természetesen sokkal könnyebb a sportszakos hallgatókkal foglalkoznunk, mint az egyéb szakos hallgatóknak. Ott nagyon fontos, hogy akinek előképzettsége van, na őket tudjuk aktívan foglalkoztatni a eseményeinken. A Mozdulj Középiskolás a Nyíregyházi Egyetemmel következő programja október 7-én egy zempléni túra, a sor pedig december 5-én a második egyetemi úszókupával zárul.